A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Így ülve maradva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük ezt a csendet. Köszönjük minden percet, amit a te színed előtt tölthetünk, a téged szeretőkkel együtt. Köszönjük, hogy most egy szívvel, egy szájjal magasztalhattunk téged, és hívhattunk segítségül. Olyan nagyon rád szorulunk. Segíts most belsőleg is elcsöndesedni, és ajándékozz meg a te igéddel, olyan igazságokkal és erőkkel, amiket csak tőled kaphatunk. Engedd, hogy a te jelenlétedben töltsük most ezt az időt. Te pedig kegyelmesen munkálkodj bennünk. Hisszük, hogy te, aki elkezdted a jó dolgot, el is végzed azt életünkben a Krisztus Jézus napjáig. Hadd legyen ennek része most ez a csendes óra is. Kérünk téged újra, hogy szenteld meg mi szívünket, világosítsd elménket, hogy érthessük igédet, mi édes mesterünket. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 6. részéből olvasom, a korintusi első levél 6. részének 9-től 11-ig terjedő verseiben így szól Isten igéje. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek. De megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Kedves testvéreim, minden évben szép ünnepe gyülekezetünknek az az alkalom, amikor a felnőttek részesednek a keresztség sákramentumában. Egy idő óta ők készülnek is erre, és akik imádkozunk értük, hosszabb ideje kérjük, hogy ez végképp ne formális legyen, hanem ennek a tartalmi része legyen valóság az életükben. És amikor tegnap elolvastam a korintusi levélből az aznapra kijelölt szakaszt, hálát adtam Istennek, hogy ezek a versek éppen őróluk és őhozzájuk szólnak elsőrenden, de természetesen mindannyiunknak is közvetítik Isten üzenetét. Hiszen a keresztség lényege az, hogy Isten az ő szövetségébe hív, és az ő szövetségébe kész befogadni ilyen magunk fajta embereket. Mi viszont szennyesek vagyunk ahhoz, hogy a Szent Istennel közösségbe kerüljünk. Ezért ő megtisztít minket. Erre utal a keresztségben a víz. És alapigénkben is erről van szó, hogy Isten az ő országába hív bennünket. Oda azonban nem juthat be akárki, kizár bennünket onnan mindaz, ami bűn. És itt olvastuk ezt a hosszú listát, amik miatt nem mehetünk be az Isten országába. Van azonban egy hangsúlyos de a felolvasott igében, de megmosattatok, megszentelődtetek, és megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében. Isten keres minket, és jót kínál. Minket a bűneink kizárnak a vele való közösségből, de ő megtisztít, megszentel, megigazít, és mégis közösségre juthatunk vele. Alapigénknek ezt a hármas gondolatát vegyük most sorra. Isten az ő országába hív minket, onnan azonban kizárnak a bűneink, de megmosattunk, megszentelődtünk és megigazítattunk,
Jézus Krisztus által. Mit jelent ez? Isten országáról többször beszéltünk már, és a Biblia olvasó ember tudja, hogy az lényegében az élő Istennel való közösséget jelenti. Vagyis azt az állapotot, amit akkor veszítettünk el, amikor föllázadtunk Isten ellen. Az elvesztett paradicsom, az az Isten országa. Amikor az ember ismeri Istenét, bízik benne, együtt él vele szakadatlanul, nem válik ketté a profán és a szent, hogy heti egy órát az ő közelében, az összes többi időt nélküle, bizonyos vallásos gondolataim ő hozzászállnak, de az összes többi gondolatom független ő tőle. Vannak az életemben szent cselekmények, de az egész az nem szent. Nem. Az Isten országában élni azt jelenti, hogy szakadatlanul az ő színe előtt, ő ráfigyelve, neki engedelmeskedve akar élni a benne hívő ember. Az Isten országa utáni vágy megmaradt minden ember szívében. Ugyanakkor szomorúan tapasztaljuk, hogy nem tudunk visszamenni oda. Nem tudjuk helyreállítani ezt a közösséget. Pál apostol így definiálja egyszer az Isten országát, hogy az igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Hát pontosan ez hiányzik mindannyiunk életéből. Az, hogy igazság legyen körülöttünk, és igazaknak tudhassuk mi is magunkat. Ne kelljen lelkiismeret furdalás között élni. Ne kelljen mindig újra látni, hogy mit mulasztottunk el, mit rontottunk el, vagy helyre tudjuk hozni, vagy nem. Többnyire nem. Meg békesség. Békesség a szívben, és békesség körülöttünk. Legfőképpen békesség Istennel. És szent lélek által való öröm. Az Isten országában nincs könny, nincs félelem, nincs kétségbeesés. Egyszer, amikor a közelmúltban erről volt szó, azt mondtuk, hogy ez a három B betűvel kezdődő szó jelzi leginkább az Isten országának a tartalmát, hogy biztonság, békesség, bőség. Ott semmitől nem fél az ember. Ott belső harmóniában élhet. És ott nem ismeri azt, hogy nincs. Nem nélkülöz semmit. És még azt is tudjuk, hogy akik Isten országába bekerülnek Jézus Krisztus kegyelméből, azok részesednek az ő dicsőségében is. Nem csak dicsőítik őt, hanem vele együtt részesednek az ő dicsőségében. Nagyon határozottan kérte a mi megváltónk a mennyei atyát, hogy atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek, és meglátják majd az én dicsőségemet. És egy másik helyen azt ígéri, hogy aki győz, megadom annak, hogy ül az én királyi székembe velem, amint én is győztem, és ültem az én atyám királyi székébe. Csodálatos ígéretek fűződnek ahhoz, hogy az Isten országába bekerülő ember mit kap. Mert ezt mondja itt alapigénk, hogy mindezt úgy kapja, örökség az Isten országa. Nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Amit örökségként kapok, azért nem én dolgoztam meg. Az ajándék. Azt úgy kapom, hogy nem kérdezi senki, hogy megérdemlem vagy nem, akkor is kapom, ha nem érdemlem meg. Ennek az örökségnek Jézus fizette meg az árát. Nem aranyon vagy ezüstön, hanem az ő drága vérén vásároltattunk meg. Egyedül őrá való tekintettel. Adja nekünk, ami mennyei atyánk, ezt az örökséget. De ez az állapot már itt elkezdődik, ebben az életben. A hívő itt már benne él, az Isten országában. Ez az Istennel való közösség határozza meg az egész életét. A vele való közösség az erőforrása. Ez táplálja a reménységét. Ezért nem esik kétségbe, miközben mások már kétségbe estek. Ezért nem csügged el, nem omlik össze, nem borul ki. Nem a saját erejére kell támaszkodnia, hanem már itt az Isten országában élhet. És nekünk tudnunk kell azt is, hogy ha valaki itt nem lép be az Isten országába, akkor azon kívül rettenetes jövő vár rá. Az az örök bánat, hogy ezt a súlyos döntést elrontotta. Az Isten hiányának a szakadatlan érzése,
és a miatta való szenvedés. Úgyhogy nagyon nagy a tét. Először tehát azt kérdezi Isten tőlünk most, hogy akarunk-e mi az Isten országába belépni? Akarjuk-e örökölni az Isten országát? Azért kell erre a kérdésre feltétlenül válaszolnunk, mert az ördög mindent elkövet, hogy ne foglalkozzunk ilyen kérdésekkel. Ezek olyan elvont, távoli, bizonytalan dolgok. Most legyen meg a mindennapi kenyér, a mindennapi siker, a mindennapi gyönyör. Most szedje meg magát az ember, vagy legalább a minimumot biztosítsa, anyagilag, megbecsülésben és ahogyan csak lehet. A mostra, a pillanata, az evilágja összpontosítja az ördög a figyelmünket. Vagy igyekszik szétszólni a figyelmünket, hogy ne koncentráljunk, ne összpontosítsunk arra, hogy örököljük-e vajon az Isten országát. Ne gondoljunk a jövőre. Most ebben a pillanatban legyen nekünk jó. Jézus mondott egy nagyon eszméltető példázatot arról, hogy vigyázzunk, mert le lehet késni erről az örökségről. A 10 szűznek a példázatát a legtöbben ismerjük, akik várják a vőlegényt, és 5 közülük felkészült arra, hogy esetleg sokáig kell várni, és volt elegendő olaj a lámpásukban, 5 meg nem készült fel rá, majd lesz, ahogy lesz. Aztán, amikor elfogy az olaj, kezdenek kapkodni, próbálnak szerezni, elmennek vásárolni, és mire visszaélnek, valami nagyon nagy baj történik. Valami végzetes, amin nem lehet változtatni. Így mondja ezt itt Jézus, hogy amíg azok távol voltak vásárolni, megjött az vőlegény, akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Ezután pedig bezárták az ajtót. Aztán később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Egyszer eljön az a pillanat, hogy bezárják az ajtót. Ez egy félelmes mondat itt. És nem nyitják ki, a könyörgésre sem. Egyszer letelik a kegyelmi idő, és utána nincs lehetőség a megtérésre. Egyszer visszajön a mi drága vőlegényünk, Jézus Krisztus az ő teljes dicsőségében, magához veszi az övéit, és utána nincs többé lehetőség arra, hogy valaki belépjen az Isten országába. Erre ritkán szoktunk gondolni. Még úgy néha advent idején hangzik egy-egy ige hirdetés erről, de nem tudatos ez az emberekben, hogy óriási lehetőséget ad Isten nekünk most azzal, hogy kínálja ezt a drága örökséget. Beléphetek az Isten országába. És ez nem valami távoli, bizonytalan dolog, hanem ez egészen kézzelfogható valóság, ami itt van, és már itt megváltoztatja az egész életemet, kedélyemet, munkabírásomat, reménységemet, életszemléletemet, emberi kapcsolataimat, mindent. És ráadásul be vagyok biztosítva az örökké valóságra. Vele élhetünk már itt, és ez a közösség nem szakad meg a halállal sem. Ezért nagyon fontos, hogy kik öröklik az Isten országát. Egyszer bezárják az ajtót, és azt mondja Jézus a könyörgőnek is, hogy nem ismerlek. Eddig lett volna rá lehetőség. Aki viszont belép ebbe a közösségbe itt, annak valóban megjelenik az életében egy kis mennyország. Annak elkezdődik már itt az örök élet, a paradicsom, a mennyország, az Isten országa. Ennyit erről. Másodszor azt mondja alapigénk, hogy ebből zárnak ki minket a bűneink. Mert tisztátalan nem mehet be oda. Így olvassuk ezt a Bibliában. Kik a tisztátalanok? Jó lenne erről most beszélgetni, hogy kiki elmondhassa a véleményét. A Biblia tanítása az, hogy mindnyájan eleve úgy születünk. A ma született csecsemő sem tiszta Isten előtt, mert lázadó ősszülők és szülők gyermeke, és az Isten országán kívül jött a világa. Teljesen mindegy, hogy még nem cselekedett semmit, tehát nem csinálhatott semmi rosszat, kívül van az Isten országán. Tehát ő is rászorul, hogy belépjen. És itt ez a döntő. Neki is fölkínálja ezt az örökséget Isten. És hogyha nélküle maradunk itt kívül, akkor egymásra halmozzuk a bűnöket,
amik sorba kizárnak onnan minket. Egy is kizár. Ez a sok meg, amit elkövetünk végképp. A Biblia utolsó oldalán olvassuk ezt a mondatot, a Jelenések 22.15-ben. Boldogok, akik megmossák a ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. De kívül maradnak az ebek, a varázslók, a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. És alapigénk is így kezdődik, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát, ne tévelyegjetek, vagyis ne áltassátok magatokat és egymást, mert, és akkor jön a hosszú lista, sem paráznák, sem bálványimádók, sem, nem örökölhetik az Isten országát. Itt szokott történni az, hogy sokan azonnal fölmentik magukat, hogy tessék csak mondani, paráznák, nem vagyok az, bálványimádók, nem. A régen, az ókorban ez megesett, de ma nem. Részegesek, nem, mindig józan vagyok, és így tovább. De hogyha mi engedjük, hogy Isten egészen közelről bevilágítson az életünkbe, akkor nemigen találunk ebben a listában olyat, amire azt mondhatnánk, hogy na ettől aztán teljesen mentes vagyok. De még ha találnánk is, bizonyosan vannak olyanok, amik viszont súlyosan elmarasztalnak minket. Azt mondja, hogy paráznák nem örökölhetik az Isten országát. Nincs olyan ember, akinek a viselkedése, kihívó, kacél viselkedése ne merítené ki azt, amit a Biblia paráznaságon ért. Vannak időszakok, amikor a szemünk csak erre van beállítva, amikor nem is vesz észre sok ember mást, csak amiből parázna gondolatok és vágyak következnek. És arról, hogy gondolatban, fantáziánkban hányféleképpen paráználkodunk, azt hiszem senki se szeretne beszélni. Ne hamarkodjuk el, hogy no, én nem vagyok parázna. Bálványimádók. Bálvány minden, ami elvon minket Istentől. Tehát ami miatt nem jutunk hozzá a Bibliánkhoz, ami miatt napról napra elmaradnak, vagy megrövidülnek az imádságaink, ami miatt félelmek és aggodalmak vannak a szívünkben, mert nem Istenként tiszteljük őt, és nem bízunk benne teljes szívünkből, akkor már megosztott a szív, akkor valaki valami ott bálványjá lett, ami minket Istentől elvon, távol tart, vagy osztozik Istennel az életünkben. Lehet az egy személy is, az aranyos kisunoka is, akit imád a nagymama. Az Urat, a te Istenedet imád, azt mondja Jézus. És így tovább, nemigen van itt közöttünk olyan, aki soha a bálványimádás bűnét ne követte volna el. Házasságtörők sem örökölhetik gondolatban, hányan elkövettük és elkövetjük ezt. Különös ez a kifejezés, ami itt van, hogy a maguk gyönyöreinek élők. Erre is mondhatja valaki azonnal, hogy na nem, hát ez teljesen távol áll tőlem, nincsenek is nekem különösebb gyönyöreim. De tessék csak gondolni arra, hogy ott ül a tévé előtt a család egyik tagja, és hallgatja, hogy közben zúg a porszívó, meg megy a munka a szomszéd szobában, takarít vagy takarítanak a többiek. A maga gyönyörének él, eszébe se jut, hogy részt vegyen a közös munkában. Vagy piszmog a maga kis mityőjeivel, miközben már harmadszor hívja valamelyik családtak, hogy segítsen valamiben. A maga gyönyöre az fontosabb, mint bármi más. Nem akarom sorolni a példákat, kinek-kinek megvannak a maga gyönyörei, és áldozunk ezeknek, és föláldozunk sok mindent ezért. Említi itt kifejezetten a homoszexualitást ez a lista. Kizár az Isten országából, ma vitatkoznak azon, hogy az bűn vagy betegség, vagy valami harmadik dolog, de minden esetre törvényesíteni kell. Tolvajok, ez ellen is lehet tiltakozni, de tessék megnézni, hogy hányszor loptunk el másoktól időt a magunk fölösleges szövegelésével, hányszor vagyunk terhükre másoknak, miattunk nem tudták idejében és jól elvégezni a munkájukat, hányszor meglopjuk a velünk együtt élőknek az örömét, a mi viselkedésünk vagy a mi beszédünk szegényíti meg őket, hányszor ellopnak emberek egymástól ötleteket, és úgy tüntetik fel, mintha az övéké lenne.
És bizony nem túlzás az, amikor valaki egyszer azt mondta, hogy éveket loptam el az édesanyám életéből, azért kellett ilyen korán meghalnia. Nagyon sokféleképpen tudunk mi tolvajkodni. És kapzsik sem örökölhetik az Isten országát, amikor van elég pulóver, de kellene még egy, és az ember másokon keresztül gázolva is megszerzi, vagy apróságokba, milyen mohó tud lenni az étkezésben, és így tovább. Káromkodók sem örökölhetik, azt olvastuk. Nem csak durva, trágár formája van a káromkodásnak, hanem ez a nyafogó városias és fővárosias formája is, amit nem is akarok itt idézni, amiben nagyon sokszor még az Istennek és Jézusnak a szent nevét is belekeverjük, és bemocskoljuk, úgyhogy észesen vesszük, hogy közben mit mondtunk. Káromkodók nem örökölhetik az Isten országát. Vagy amikor csak magunkban káromkodunk, mert mi nagyon kultúrált emberkék vagyunk, és azt gondoljuk, hogy Isten azt nem látja, ami csak a fejünkben és gondolatban zajlik. Rágalmazók sem örökölhetik. Amikor a legkisebb rosszat mondtam egy másikról, úgyhogy az semmit nem vitt előbe. És akik erőszakkal elveszik, elvesznek mástól valamit. Egyik gyerek a másiktól a játékot már kezdik, egyik a másiknak a partnerét, lecsapja a kezéről, ahogy mondják, az állását, vagy akár a szabadalmát is. Erre is láttam már példát, nem is egyszer. Jó lenne, ha így az úrvacsora előtt néhány nappal elolvasnánk otthon figyelmesen ezt a listát, és azt kérdeznénk Jézustól, amit az apostolok kérdeztek az utolsó vacsoránál, nem én vagyok-e ez, Uram? Nem biztos, hogy mindegyik bűnt éppen most elkövetjük, de nagy dolog lenne, ha engednénk, hogy ő rátegye az ujját azokra a pontokra, ahol talán észesen vesszük és úgy vétkezünk ellene, és ilyen kizáró bűnöket halmozunk egymásra. Mert ha ez így van, akkor azt jelenti, hogy reménytelen a helyzetünk. Akkor ott állunk az Isten országa kapujában, esetleg könyörgünk, mint itt az említett szüzek, hogy nyisd meg nékünk. Na de hát itt azt mondja, hogy ne tévesszétek meg magatokat, mert ezek nem örökölhetik az Isten országát. És itt szólal meg az evangélium. Van itt egy hangsúlyos de. De megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, ami Istenünk lelke által. Ez ugyanaz a de, ami az Efézus 2:4-ben van, ahol ugyanilyen keménységgel mondja el Isten, hogy mi a mi állapotunk ő nélküle. Milyen az ember az Isten országán kívül. Azt mondja, hogy halottak voltatok a ti bűneitek és vétkeitek miatt, amelyekben jártatok e világ folyása és a levegőbeli hatalmasság szerint. Az ördög rángatott titeket, az ő bábjai voltatok, a bűn rabjai voltatok. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy kegyelméből, mellyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a bűnökben. De az Isten, és ez a de többször előfordul a Szentírásban, az Ószövetségben is, néhány héttel ezelőtt épp a Nehémiás könyvéből tanulmányoztunk egy igét, ahol ott is a középen ott volt ez a nagy de. Mi mindent követett el Isten ellen az ő népe. De az Isten új kezdést kínál. Ő gazdag a kegyelemben, és bővölködik a megbocsátásban. És csodák sorozata történik az ő kegyelméből. Három csodát említ itt. Megmosattatok, megszenteltettetek, és megigazítattatok a Jézus Krisztus nevében. Egyedül Jézusért, egyedül ő általa, egyedül ő képes arra, hogy ez valóság legyen az életünkben. De mit jelent ez, hogy megmosattatok, megszenteltettetek, és megigazítattatok? A megmosattatás a bűnbocsánatot jelenti. Hogy ezeket a bűneinket, amiket szépen elsorolunk neki bűnbánattal, ő megbocsátja, és megerősít arra, hogy ne olyan életet éljünk a továbbiakban. Olyan tisztává tesz minket, mint az ő egyszülött fia, akinek a haláláért kész megbocsátani nekünk. Ez nem túlzás. És ezen a bocsánatot nyert bűnös mindig újra csak meghatódni tud, hogy én, aki ezeket valóban elkövetem,
olyan tiszta leszek, mint Jézus. Nagyon jó lenne, ha a bűnbocsánatnak ezt a radikalizmusát, ezt a mindent eltörlő erejét egyre komolyabban tudnánk venni, és ennek az örömében tudnánk élni. Ezt jelenti kegyelemből élni. Megmosattatok. Megszentelődtetek, azt mondja. Ez nem azt jelenti, testvérek, hogy jobb lesz az ember. Nagyon jó lenne megszabadulnunk ettől a pogány, téves gondolattól. Hanem azt jelenti, hogy Jézus kezd élni benne. Aki így befogadta Jézust az életébe, azt az ő szentsége átjárja. Abban az Atya a hitáltal benne élő Krisztust látja, és ő élete szenté nyilvánít. És nem csak szenté nyilvánít, hanem egyre inkább szenté formál, megszentel. Szent lesz a beszéde, lehet, hogy a fantáziája még nem. Megszentelődik a családon belüli élete, lehet, hogy a pénzügyei még nem. Aztán egyszer csak rádöbben, hogy a pénz terén még nem érvényesül Isten akarta. Akkor átengedi az uralmat ott is a benne élő Krisztusnak. És így halad előre folyamatosan a megszentelődés az életében. Áthatja egy nyomorult, elveszett bűnösnek az egész lényét. A hitáltal benne élő Krisztus és az ő szent lelke, akit vele együtt kapott, akiről itt olvastunk. Megszentelődtetek az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Belülről formál át minket, illetve belülről növekszik nagyra bennünk a Krisztus, mi pedig egyre kisebbé válhatunk. Megmarad a mi bűnös természetünk mindvégig, de nem uralkodik többé, ahogy olvassuk a Bibliában. És megigazítattatok, vagyis Isten előtt olyan igazzá lesz az, aki Jézust az életébe fogadja, és így beléphetett az Isten országába, mint maga Jézus. Mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el. Hol van ez megírva? A Heidelbergi K.T. 60. kérdését többször kértem már, hogy tanuljuk meg könyv nélkül. Csodálatos világossággal és szentírásból vett bölcsességgel foglalja itt ezt össze. Mi módon igazulsz meg Isten előtt, és akkor nem tréningeket ajánl, hogy miről hogyan szoktassam le magamat, meg nem az önfegyelemre biztat, hanem azt mondja, egyedül csak a Jézus Krisztusban való igaz hitáltal, mégpedig oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, mert ilyen vagyok, hogy ezt a listát elkövetem, hogy Isten minden parancsa ellen súlyosan vétkeztem, azoknak egyikét sem tartottam meg soha, sőt, még mindig kész vagyok minden gonoszsággal. Mégis, itt van a de, mégis Isten az én minden érdemem nélkül, egyedül az ő ingyen kegyelméből, nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét. Úgy, mintha én soha semmi bűnt nem követtem volna el, sőt, mintha én tanúsítottam volna azt az engedelmességet, amelyet Krisztus életem tanúsított. És hogy lesz ez az enyém? De csak úgy, ha a jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Sokszor mondtam már azt is, hogy a hitünk a mi kezünk. Isten kínálja, és ezzel én elfogadom. Hálásan megköszönöm, és hálából neki élek. És így értjük meg, mit jelent az, hogy Jézus Krisztus adatott nekünk Istentől igazságul, szentségül, bölcsességül és váltságul. Nem én leszek igazabb, hanem az igaz Jézus Krisztus kezd el élni bennem a hitáltal. De ez áthatja a gondolkodásomat és a viselkedésemet, és mégiscsak megváltozom menet közben, kiábrázolódik rajtam a Krisztus. Nos, ennek a jele a keresztség. A víz arra utal, hogy én magamban szennyes vagyok. Rászorulok arra, hogy megtisztuljak. Nem tudom magamat megtisztítani. De nem is kell erőlködnöm, mert Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 1 János 1.7. És ha én ezt komolyan veszem, az azt jelenti, hogy hiszek.
és alárendelem az életemet annak a Jézusnak, aki szeretett engem és önmagát adta értem, és akkor Isten nem csak igazzá nyilvánít, hanem igazzá is tesz. Nem csak szentnek nyilvánít, hanem a bennem élő Krisztus megszentel, és egyre inkább hasonlítok őre. Kik öröklik tehát az Isten országát? Jézus a boldog mondásokban megmondja ezt. Boldogok a lélekben szegények, mert ők öröklik az Istennek országát. Mi az, hogy lélekben szegények? Az, aki tudja, hogy rászorul az Isten kegyelmére. Az, aki tudja, hogy nincsenek érdemei Isten előtt, nem hivatkozhat semmire, amiért neki járna, nem jár semmi. És kapja mégis örökségként, ajándékból, szeretetből. Aki ezzel tisztában van, és azt, amit Isten kínál, megragadja, elfogadja, komolyan veszi, az a boldog ember. Az örökli az Isten országát. Isten segítsen mindnyájunkat, hogy tudjuk tartani a kezünket, hogy már ma este kinyújtsuk azt, és ő beletehesse azokat az ajándékokat, amiket éppen most akar nekünk adni. Mi pedig hálából tényleg neki éljünk, és elkezdődjék az örök élet, az üdvösség már a földön, és ebben növekedjünk, és haladjunk előre. Imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy Te ajándékozó Isten vagy. Hálásan köszönjük mindazt, amit eddig kaptunk. Megvalljuk, hogy semmi jót nem érdemlünk tőled. Csak a Te ítéletedre szolgáltunk rá. Megvalljuk, hogy sokszor és sokféleképpen vétünk a Te parancsaid ellen. Megbántunk Téged és egymást. Ajándékozz meg minket tisztánlátással etéren is. Hadd lássuk bűnnek a bűnt. Ajándékozz meg bűnbánattal, és azzal a hittel, hogy megbocsátattak a mi vétkeink Jézusért. Hadd legyünk mindannyian olyanok, akik megmosattunk, megszentelődünk és megigazítattunk a Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját teljád, és adjon néked békességet. Amen.